Hidasi Judit vagyok, Budapesti Gazdasági Főiskola. Köszönjük szépen ezt az ötletfelvetést, ami nyilván egy több éves kutatási projektnek lehet esetleg a kiinduló pontja. Nekem ugye mindig az a benyomásom, nem a társadalmat kell meggyőzni arról, hogy a kommunikáció fontos, sőt nem is a hallgatókat kell meggyőzni, vagy a leendő hallgatókat, hiszen éppen elegen jelentkeznek kommunikációszakra. És azt hiszem, hogy ma se azért jöttünk össze, hogy a társadalmat győzzük meg, vagy a hallgatókat, hanem azért győzzük meg, vagy azokat győzzük meg, akik döntéshozók. Tehát ez egy teljesen más szegmens, és lehet, hogy több éves reputáció elemzésre szükség van, aláírom, és nagyon szívesen csatlakozunk hozzá, csak most jelenleg azt hiszem, hogy ég a ház. Tehát ezzel kéne most nagyon intenzíven foglalkozni, és ehhez viszont kellene valóban közös gondolkodás. Tehát most én fontosabbnak tartanám, hogy egy ilyen rövid lejáratú projektben, vagy intézkedési tervben gondolkodjunk együtt. És ehhez valóban nagyon nagy szükség lenne erre a bizonyos evidence-based argumentációra, tehát a tényalapú argumentációra, amiről a Derényi András beszélt, tehát hogy melyek azok az adatok, amelyekkel a döntéshozókat meg tudnánk győzni arról, hogy ez egy fontos dolog. Tehát én úgy érzem, hogy most két teljesen más vonalon mentünk. Az egyik a te vonalad, ami egy kutatási terület, és nagyon szép, nagyon jó, és nagyon fontos. De most jelenleg, minthogyha én úgy érzem, hogy ez most relevánsabb lenne erről gondolkozni. Köszönöm. Még egyet, bocsánat, hadd mondjak. Ez csak egy komment. Amikor a Larry Summers lett a Harvardnak az elnöke, az egyik első akciója volt, hogy kiküldött a volt végzősöknek, visszamenőleg 15 éves végzősöknek, társaságnak kérdőíveket, hogy a képzés tartalmával kapcsolatban milyen észrevételeik vannak. Na most, képzésnek a tartalma, minősége, módszerek, stb. Stb. A legátütőbb eredmény, ami ebből kijött, hogy a válaszadóknak a 72%-a azt mondta, hogy a legnagyobb szükség, vagy legnagyobb hiány, amire szükségük lett volna a képzésbe, az a kommunikáció. Ennyi. Köszönöm, és kicsit átmentünk vitába. Még... Bocsánat, csak erre reagálok, jó? Szerintem nem, egyébként nem beszélünk nagyon másról, mert ugye pont azért hoztam a Pareto elvet, hogy ugye a magukat, az érdekcsoportokat prioritás szerint is ugye kategorizáljuk, és jelenleg, hogyha azt vesszük, igenis, hogy igen, a kormányzat az, akinek most jelenleg a 80%-a, vagy több mint a 80%-a van az eszközöknek a kezében abban, hogy a szakra vonatkozóan, mondjuk a szakindításra, vagy a bármi, tehát ez erre a területre befolyással bírjon. Csak én azt mondtam, hogy én azért is mondtam, hogy ez egy, tehát hogy van itt magát a szakot, vagy magát a képzést, egy kicsit tágabb értelemben is vehetjük, tehát magát a kommunikáció tudományt is ugye nézhetjük területnek, és igen, van itt egy lángoló házeffektus, ahol, de itt megvan, tehát itt már azonosítottuk, hogy ki a stakeholder, tehát itt ki az érdekgazda, tehát nyilvánvalóan, de számukra is ugyanezeket az értékeket, és ugyanezeket a megkülönböztető elemeket igenis, hogy be kell mutatnunk. És nem csak nekünk, mondjuk a nemzetközi tanulmányok szaknak is ugyanez a feladata a kormányzattal szemben, és ugyanaz az összes szaknak tulajdonképpen valamilyen módon ez a feladata, akiknél a megszüntetés veszélye ilyen demoklész kardjaként lebeg a fejük fölött. Kérdés még. Köszönöm szépen.
Kérdése Földvári Sándor, Nordic Network for Intercultural Communication-nek vagy tagja. Kérdés az, hogy a nemzetközi reputációt hogyan lehet megoldásként használni. Egy, 20 évvel ezelőtt ketten voltunk tagjai, tanúi Tartuban annak, hogy egy finnországi tanszék eljött Észtország nemzetközi konferencia, 30 ország képviselői előtt arról tartottak előadást, hogy a jüveszkülei kommunikációs program mennyire sikeres és milyen jó pozíciókat kapnak az ő diplomásaik. Két magyar volt ennek tanúja, Hidasi Judit és én. Ennek kapcsán a kérdésemet úgy fejezem be, hogy a Harvard is elhangzott, a Harvardon van egy levelező lista, Slavonic and East European Studies, körülbelül 800-an vagyunk tagja ennek a listának. Időnként jönnek olyan kérések, hogy valahol a nagyvilágban be akarnak zárni egy tanszéket, és legyen kedves a nemzetközi szakma, tiltakozzon. Na most a két példát összefoglalva evidens, hogy az egyik kérdés az, hogy a magyar kommunikációs szakma hogyan igyekszik nemzetközi szinten a reputációját úgy növelni, mint ahogy 20 éve láttuk ezt Tartuba, mondom, ketten voltunk tagjai, tanúi, hogy a jüveszküleiek milyen ügyesen csinálták, a másik pedig, hogy használható-e ez az eszköz, amit mondom, nagyon sokan többen használnak a nagyvilágból, és akkor a döntéshozókhoz megy 600 e-mail, hogy mit tudom én, hol Burundiban ne zárjanak be egy tanszéket, és a Harvard levelező listá. Tehát azt hiszem, hogy egy kommunikációtudományi közönség előtt nem kell kommentálnom ezt a két példát, csak azért mondtam el, mert az eset, amire hivatkoztam, az annak van két tanúja, előttem szólt a másik. Köszönöm szépen.